Egészséges és egészségtelen ételeket csoportosítanak a kisdiákok az újfejetúj Erkel iskola egészségnappal egybekötött gyermeknapján. Az étkeztetés reformjának köszönhetően több gyümölcs és zöldség kerülhet a gyerekek asztalára az iskolában is. A gyermekorvosok szerint nagy szükség van a figyelem felhívásra, a statisztikák szerint ugyanis hazánkban minden negyedik gyerek túlsúlyos. Az országos átlagnak mi is megfelelünk sajnos, tehát itt is rendkívül sok túlsúlyos gyerek van a mi iskolánkban is, illetve a városban is. Ez nem csak a felnőttekre jellemző, hanem a gyermekkorra is. A legnagyobb probléma ezzel az, hogy tulajdonképpen a felnőttkori szívérendszeri betegségeknek, cukorbetegségnek, akár még a daganatos megbetegedéseknek is fontos rizikófaktor a gyermekkori elhízás, ugye, ami ehhez vezet, a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, tehát ez sajnos probléma nálunk is valóban. A szakemberek fontosnak tartják az iskolai programokat, amelyek csak akkor lehetnek célra vezetők, ha a szülők is egészségtudatosak. Az Erkel Ferenc Általános Iskola pedagógusai igyekeznek minden eszközt megragadni arra, hogy értékes és szórakoztató programokkal segítsék az egészséges életvitel kialakítását gyermekkorban. Napjainkban az elhízás népbetegség, ez sajnos a gyerekeket is veszélyezteti. Mi pedagógusok itt az Erkel Ferenc tagintézményben fontosnak tartjuk a prevenciót, a megelőzést. Egy ismert cég pályázata pont az egészség megőrzés jegyében hirdetett programot, amiben mi sikeresen szerepeltünk és támogatást is nyertünk, hogy ezt a mai napot meg tudjuk valósítani, illetve megfelelő színvonalon tudjuk megszervezni ezt a gyermeknapot. A mai délelőtt fő mottója a következő gondolatot választottuk, épp testben, épp lélek. Úgy gondolom, ha e kettő megvan, akkor egészséges, boldog gyerekeket nevelhetünk. Felmérések szerint Magyarországon a fiatalabbak körében egyre gyakoribbak a daganatos megbetegedések, az idősebbeknél pedig az uniós átlagnál jóval többször fordulnak elő a szív- és érrendszeri megbetegedések. Emellett több lelki betegség okozója is a túlsúly, a mozgásszegény életmód, pedig kiegyensúlyozott táplálkozással és sporttal több betegség is megelőzhető volna. Ezt már a kisebbek is tudják. Sokat sportolok, rengeteg zöldséget eszek, fogjuk rá, zöldségmániás vagyok, meg gyümölcs, mert azok mindig olyan finomak, sokan nem szeretik, de egészséges. Én azt is megeszem, amit nem szeretek, azért, hogy egészséges maradjak, és hát itt a látszottja, meg edzek is, azért van látszottja, kockasom is, jól néz ki, csak azt most nem akarom bemutatni. Kevesebb édesség, sok gyümölcs és zöldség, teljes kiörlésű pékáru és több családi program, kirándulás, séta vagy sport. Ennyi elég ahhoz, hogy már gyermekkorban kialakuljon az egészséges életmód. Mivel még gyerekek vagyunk, ezért még szeretjük ezeket a csokikat, meg ezeket, és arra figyel nagyon, hogy ne legyen otthon túl sok édesség. Először mindig ugye rendes főtételeket kell enni, utána pedig egy-két édességet ehetünk. A mindennapos testnevelés bevezetésével a korábbi évekhez képest többet mozognak a gyerekek, az általános iskolások közül sokan délutánonként is eljárnak sportolni. A gondok súlyosabbak a középiskolások esetében, a számok azt mutatják, hogy a fiatalok fele nem sportol, sokan inkább a számítógép vagy a televízió előtt töltik a szabadidejüket. Pedig a testmozgás nem csak szép alakot kölcsönöz, növeli az önbizalmat, fejleszti a memóriát, enyhíti a szorongást és fokozza az agyi teljesítményt is.